Sziasztok! Ahogy a feliratból is kiderül, a videószerkesztéssel fogunk foglalkozni, illetve egy bevezető részt terveztem a mai napra. Ahogy látni, a Tux, a kedvenc pingvinünk jelenik meg, ami azt jelenti, hogy nem egy-egy disztribúción elérhető, felhasználható eszközzel, hanem a Linux alatt és egyéb rendszerek alatt is általánosan használható KDN Live programmal fogunk foglalkozni. Miért? Azért, mert az a tervem, hogy egy hosszabb sorozatot szeretnék a Linuxos videószerkesztésről. Tudunk-e korrekt oktató videókat összehozni YouTube-ra ingyenes eszközökkel Linux alatt? Itt minden szó fontos, hiszen az is fontos, hogy korrekt, azaz jól nézzen ki, ne egy agyoncsicsázott, de ne is valami bénán összevágott téma legyen, az a videó, amit készítünk. Az is fontos, hogy oktató videókról fogok beszélni, jellemzően egy-egy program részletet, vagy egy programot bemutató, vagy egy eszközt bemutató videókról beszélek. Nekem nem tisztem egy-egy családi videó vágásáról, vagy esetleg egy esemény videó vágásáról beszélni. Jellemzően, ahogy látjátok, illetve aki ismer a való életbe, ilyen oktató videó jelleggel szeretek készíteni anyagokat. Bár amiket elmondok, természetesen lehet egy családi vagy egy esemény videóknál is használni, de a legtöbb esetben olyan példákat próbálok hozni, amely egy oktató videókhoz lesz alkalmatos. A másik, ami nagyon fontos, hogy ingyenes eszközökkel Linuxra. Bár sok olyan programot fogok bemutatni, többet, inkább így pontosabb, amely más rendszereken is használható, de én a levarezolt, torrentről letöltött egyéb menő programokról nem fogok beszélni, amit sokan használnak, hanem olyanokat, amik ingyenes és Linuxon használható. Számomra fontos a jogtisztaság. Igazából alaptézis, hogy fel kell venni. Nyilván, hogyha oktató videót készítesz egy programról, azt nem videokameráról veszed fel, hanem egy részben szeretnék beszélni a monitorkép felvételéről, rögzítéséről. Milyen eszközökkel és milyen lehetőségekkel tudunk élni? Hát a videónál egyértelmű a videó vágása, hangszerkesztése, effektek, feliratok, átmenetek használata. Általánosságban is szeretnék egy-két elvet elmondani, illetve konkrétan minél több olyan effektet, hangszerkesztési gondolatot megosztani, ami napi szinten nem problémás, nem nehéz, hanem nagyon egyszerű, és ezekkel egy picit fel tudod dobni a videóidat. Illetve hát, ahogy itt menet közben is megszoktátok, el fogom mondani a saját véleményemet és tapasztalataimat. Ezek a megoldások általánosan is használhatóak, ha valami éppen olyan, hogy te úgy gondolod, hogy nem az általam használt programot szeretnéd használni, mert és neked van igazad, mert azt használsz, amit akarsz, akkor is tudod ezeket hasznosítani, maximum nem azokkal a billentyű kombinációkkal, maximum nem ott lesznek és úgy lesznek azok a funkciók, de nyilvánvalóan a normális videószerkesztő programok egy kaptafára készültek, hát abba újdonságot a mi szintünkön természetesen nem lehet tenni, hiszen vágunk, effektelünk, és mindenki örül, hogy szép eredményt kapunk. Az előbbi csak terv, de csak akkor valósul meg, ha valóban lájkolod a videót. El kell mondanom, hogy egy fillérrel nem leszek bejebb azzal, hogyha lájkolod, vagy nem lájkolod a videót. Az engem igazából nem érdekel, de ez egy közönség felmérés, egy közvéleményi felmérés. Ha nem lájkoljátok az adott videót, akkor azt a témát vészes gyorsasággal ejteni fogom, hiszen senkit nem érdekel a téma. Ha senkinek nem tetszik, akkor majd nem erőltetem ezt a vonalat, hanem másról fogok készíteni. Ami szintén fontos, hogy valóban fontos az, hogy visszajelzést kapjak, hogy ez jó irány, hiszen egy ilyen videó elkészítése háromszor olyan hosszú idő, felveszem az adott témát, bemutatom a vágási folyamatot, aztán lerenderelem azt a vágási folyamatról készült videót, majd a vágási folyamatról készült videót megvágom, összeillesztem, majd utána a kész videót, az eredmény videót mögé elteszem. Azaz ez nem annyi, mint egy egyszerű program bemutatása. Háromszor annyi munka. Miért a KDN Live? Mert ezt használom, és ezt mutatom be. Azt hiszem, észrevettétek, hogy azokat szeretem bemutatni, amiben én hiszek, amiket én használok.
mert jól használható, sokat tudó, de jellemzően legalábbis számomra átlátható felületet ad, de igen, ezt is meg kell ismerni, egy kicsit elgondolkodni azokról a lehetőségekről, amiket nyújt. Ami számomra fontos, és feltételezem mindenkinek fontosat, hogy a tudása komolyabb videók elkészítésére is alkalmas. Azaz nem kell pénzt beleölni egy profi vágóprogramba, az esetek 99%-ában egy amatőrnek egy YouTube-ra készült videóra bőven elegendő. A telepítéséről későbbiekben, de még ma beszélni fogok, figyeljünk oda arra, hogy különböző verziók, különböző dolgokat tudnak, különböző disztribúciók, különböző minőségben, a régebbi újabb KDN Line tartalmaznak, így bizony át kell gondolni, hogy mit és hogyan telepítünk. Ez pontosan azért is igaz, mert a mai nap 18-án, áprilisban, 2019-es évben elvileg a mai nap fog megjelenni az új 19.04-es verzió. Így bizony lehet, hogy amit én bemutatok, az a mostani verzión, mármint a 19.04-en működik, de esetleg a régebbi verziókban nem úgy, vagy éppen pont az ellenkező módon lehet elérni. Én amiatt, hogy MX Linuxot használok, ami egy igazából Commerce-en öregurassan fejlődő program, csomag, a bizony egy régebbi verziót tartalmaz, így bizony Flatpak, illetve AppImage megoldásban használom mindig a legújabb verziójú KDN Line-ot. El kell mondanom azt, hogy 3 hónapja használom a beta verziójú 19.04-est, igazi komoly problémát nem tapasztaltam. Amit tudni kell, most csak egy áttekintést adok, tehát senki ne ijedje meg, hogy ilyen nagy léptekbe össze-vissza pár dolgot meg fogok mutogatni, és ez nyíl lesz az egész. Nem térek ki mindenre, csak a jellemző pontokat mutatom be, megmutatva azt, hogy azt, amit mi fogunk a későbbiekben csinálni, átvenni, azok körülbelül milyen szinten lesznek, mikről fogok én beszélni. Maga a program elég fejlett, így mindig csak az kerül előtérbe, amit az adott funkcióhoz tudni kell. Így bizony előfordulhat az, hogy egy nagyon alapos videónál, amikor valami szépészeti, tehát hogy szebb legyen a videód és egy kicsit trükkösebb legyen, megoldás mellett egy amatőr dolgot is bemutatok, hogy bizony esetleg egy ablakot, egy panelt hogyan lehet a KDN Live-ban mozgatni. Azaz az adott témát szeretném mindig feldolgozni, és nem egy kezdőtől a haladóig mozgó, egyirányú oktatási részt csinálni. Ami nagyon fontos, és igazából nem a hangvágás vagy a videóvágáshoz tartozó téma, csak legális képet, videót és hangot használj, amit te készítesz, az legális, mert a tied. Hogy felveszel egy programot és bemutatod, az teljesen legális és a tied, de arra figyelj, hogyha illusztrációként szeretnél használni egy képet, vagy ahogy én fogok tenni valószínű macskás videókkal, bemutatni szeretnél valami trükköt, tippet vagy egyebet egy más által készített videóval, akkor légy szíves azt használni, amit oda van írva, hogy kereskedelmi és magáncélra is ingyenesen használható. Sok-sok témát le tudsz tölteni ingyenesen és legálisan, használjuk azt, ami lényeg, ha nagyobb anyagot használsz, nem egy képet, vagy egy pár perces hanganyagot, vagy egy-egy olyan videót, amivel szeretnél valamit illusztrálni, akkor ildomos a forrást is megjelölni, ennek két oka van. Ha a forrás megjelölés megvan, akkor megtiszteled a készítőt, hogy bizony az ő munkáját használod föl. A másik, azt hiszem, mivel említettem, hogy 19 első negyedév, második negyedév inkább így pontosabb, idején készül ez a videó, most jött ki az a törvény az Európai Uniónál, hogy bizony a YouTube-ra, meg egyébre majd vonatkoznak különböző szigorítások, vita téma lehet, eltérő véleményt szoktam alkotni, mind a többség, de maradjunk annyiba, hogyha ott van a forrás, hogy bizony te ezt a részt innen töltötted le,
akkor már későbbiek során is tudod mondani, hogy bocs, de ez a videó onnagyvaló, és nem valakiét elloptad. Azt hiszem, minden program első feladat, hogy telepíteni kell. Általában én azt szoktam javasolni, és ezt azt hiszem már ismeritek, hogy a saját disztribúciód tárolójából rakjál fel programot, hiszen azt agyon tesztelték. Hát bizony a KDN Lime-nál az ellenkezőjét szoktam ajánlani. Először nézd meg, hogy melyiket tartalmazza a te terjesztésed, és ha az régi, akkor felejtsd el az ottani telepítést, tehát a natív telepítést, amit az adott disztribúció ad, hanem másképp csináld. Akármiképp, de másképp. Nézzük is meg, hogy mi az, ami számunkra kellemetlen az MX Linux-nál. Az MX Linux a Debian stabilágára épül, nagyon jó disztribúció, de mivel stabilágra épül, hát van, amikor 2-3 éves programokat adnak alapból. Ez nekem nem jó a KDN Lime-nál, mert a régebbi verziók eléggé vacakra sikerültek, egy kicsit idejét múltak, és sokszor öngyilkolják magukat munka közben. Nézzük meg 16.12.2. Ezt felejtsd el. Azaz natív telepítése itt Debian csomagokból nincs lehetőség. Két gondolatot tudsz megtenni. Flatpak csomagba felrakod a KDN Live-ot, amiben megkapod az adott legfrissebb, stabilágú KDN Live-ot. Ez egy kellemesen felrakható és használható verziót ad. Felmegyünk a KDN Live oldalára, ami az első dolog, hogy a mai nap, így elárultam, hogy mikor készül el az a videó, a mai nap fog kijönni a legfrissebb verziója, elméletileg, majd kiderül, hogy milyen lesz. Én a legfrissebbet, a 19.04 beta verzióját használom. Azon kívül, hogy időnként vannak benne problémák, nagyon kellemes volt, az összes olyan probléma, amivel eddig szembesültem, az javításra került. Amit érdemes megcsinálni, és nagyon-nagyon a KDN Live-os fiúknak, lányoknak, készítőknek a javára kell írnom örömmel, normális leírást kapunk. Azaz a dokumentációkat, az egyebeket érdemes körbejárni, megnézni, beleolvasgatni, de most nem is erről akarok beszélni, letöltés. Letöltésre kattintva elmegyünk arra a részre, kikeressük, hogy melyik disztribúció a miénk. Hát bizony rákattintunk a Debianra, és azt mondja, hogy hát sajnos a Debian stabilok, azok bizony egy ócska régit kapnak. Ezt kapjátok, örüljetek neki, de mi kicseleztük, mert egyrészt Flatpak támogatása van a legtöbb Debian ágnak, vagy egyéb támogatottsága, vagy pedig, hogyha éppen olyanja van valakinek, hogy az ő disztribúciójában nem jól települ, régi van, éppen nem tetszik, akkor ott a lehetőség, hogy ha van Flatpak támogatás, akkor azt letöltöd, megkapod. Akinek nem Flatbe, Snapbe, hanem Apimage-be szeretné megkapni, annak is van lehetősége a legutolsó stabil ágú eszközt, KDN Live-ot le tudod tölteni, Apimage, letöltöd, kap egy futtatási jogot, és mindent visz magával. Tehát úgy települ fel, úgy tudod futtatni ezt az eszközt, hogy nem kell figyelni semmilyen függőségekre. Most jelenleg a 18.12.1b verzió, amit le lehet tölteni. Amit érdemes megtenni, én ezt mindenkinek javaslom, a fontos programjaidból az Apimage legújabb verzióit, ha több programot használsz, lementeni. Így bizony nem leszel kitéve annak a hibának, hogy esetleg egy rollingabb, gyorsabban frissülő, esetleg nagyon gyorsan frissülő disztribúciót használsz, és esetleg a disztribútorod, aki készíti neked a csomagokat, valamit elront, és vagy ideiglenesen, vagy hosszabb ideig nem érhető el a KDN Line működő verziója. Miért? Többször jártak úgy kollégák, hogy A, B vagy C effektus nem működött a KDN Live-ba, mert nem működött. Mert éppen a disztribútor azt a részt éppen javítgatta, tette. Nem tudta használni a programot, így bizony legegyszerűbb, hogyha egy Apimage vagy Flatpak csomaggal rendelkezel, és akkor akármikor függetlenül a disztribúciótól használni tudod. Kicsit lejjebb tekerve, amit látunk,
a beta verziót, tehát az éppen aktuális beta verziót is a Pimicsbe le tudod tölteni, rákattintasz, és itt van, hogy 17-én 0 óra 27 perc 39 másodperckor készült el egy nappal frissebb Image, mint amit én használok, tehát folyamatosan a legfrissebbet használhatod. Ezek mondhatni beta verziójúak, azt azért tudni kell, hogy ezekkel lehetnek gondok, nem sok fordult elő nálam az utóbbi időben, éles munkakörnyezetben ennek tudatában használjuk, de mindig a legfrissebb fejlesztést kapod, annélkül, hogy éppen a disztribúcióhoz hozzá lennél kötve, hogy a régebbit, újabbat, legújabbat kapod. A program telepítése után nincs más egyéb feladatunk, el kell indítani a programot, megnézzük, hogy elindul-e, ad-e valami hibajelet, ha igen, akkor azt orvosolni kell. Elő szokott fordulni, hogy bizonyos részek, egyebek hiányoznak, és szeretné, hogyha feltelepítenénk. A feladat, amit meg szeretnénk oldani, egy komoly videóvágás. Egy komoly videóvágáshoz egy komoly program szokott párosulni, azaz mindenképp érdemes először ezt-azt átnézni, utánolvasni, vagy a későbbi videókat megnézni, hiszen a program egyszerű, aki tudja, de aki nem, az sokat tud bénázni. Mi az első feladat? Az első feladat nem az, amit általában gondolunk, hogy importáljunk be egy-két eszközt, hanem mentsük le ennek a kinézetét, ennek a programnak a kinézetét. Úgy tudjuk megtenni, hogy nézet, és szív, és mentés, és lementjük, adunk egy nevet, neki legyen ez az alap kettes név, és leokézzük. Azaz, ezt a beállítási panelokat, ezt az elrendezést lementettük. Négy ilyen mentést tudunk alap esetben megtenni, azaz, ha összehozunk egy olyan kinézetet, ami nekünk jó, akkor azt is lementhetjük, és a későbbiekben, ha már azt széttúrtuk, vagy az alap beállítást, amit én most lementettem, széttúrtuk, akkor vissza tudjuk ezzel állítani. Ez azért fontos, mert rengeteg mindent meg tudsz nyitni a panelokon belül, rengeteg olyan ide-oda tologatható eszközünk van, ami egy idő után teljesen káoszba megy át. Azaz van egy mentésünk. Az első feladat az, ami gyakorlatilag a videószerkesztésnek a harmadik feladata, de az első kettőről majd később fogok beszélni, hogy beimportáljuk az eszközöket, kép, hang és videóanyagot a programba. A programba kétféleképp tudunk beimportálni eszközöket, videó, audio vagy képanyagot. Az egyik az, hogy rákattintasz ide, és add klip, hozzáadunk klipeket, megoldást válaszod. Ez általában egy-két klipnél kellemes, gyorsan végrehajtható dolog, de ami számomra egy kicsit már a munkaszervezés témakörébe tartozik, én nem így csinálom. Miért? Mert általában van egy intro, van egy 2-3-4 videó, 2-3-4-5 sok hanganyag, vagy éppen képanyag. Ezeket egyesével beimportálgatni, vagy különböző helyekről összeszedegetni, macera. Én úgy gondolom, hogy a videószerkesztés feladata az, hogy egy jó videót hozzunk össze. A jó videót úgy tudod összehozni, ha már előre összerakod azokat az eszközöket, témákat, videóhang és egyéb anyagokat, amit használni fogsz. Nem menet közben kezdesz el kujtorogni az interneten, hogy kéne egy kép. Első feladat a tervezés, arról majd később leszélünk. Oké, én úgy szoktam ezt megoldani, hogy belerakom egy könyvtárba, KDN Live 001, az összes, az adott kliphez, az adott vágási folyamathoz fontos eszközöket lehúzzuk, megpróbáljuk eltalálni, amire szükség van. Egy klipet ráhúzással tudsz beimportálni, két klipet hasonlóképpen, összes klipet a könyvtár beimportálásával kapod meg, intelligensen beimportálja, és amikor lefutnak itt ezek a kis csikok, nem tudom, hogy éppen láttátok-e, ezek kis videók, akkor az összes anyagot beimportálta. Itt találod meg az, hogy te alkönyvtárakat hozol létre, képek, videók, hangok, vagy egyéb, mert több alkönyvtárat, könyvtárat tudsz itt létrehozni, az a te egyéni dolgod, de lényeg az, hogy rendezett formába kapod meg az anyagot bent a programba. Következő lépés,
nem a videóvágás még, hanem a következő lépés a Project File lementése. Felhívom a figyelmet, aki 18-ast használt és mentett fájlt, és 19-esbe lépett, tehát az újabb 19.04-esbe, az mindenképp tudja azt, a 19-es, tehát az újabb verziónak a project fájlai, azt a mentési metódust nem tudja a régebbibe visszahozni. Azaz, gondoljuk át, hogy ha 18-assal elkezdünk egy videót vágni, 19-essel folytatjuk, és mégiscsak előfordul, hogy a 18-ashoz vissza szeretnénk térni, akkor azt zökkenőmentesen nem fogjuk tudni megtenni az adott projektnél, hiszen más a mentési fájl. Oké, mentés. A mentés gombbal tudjuk megtenni. Azt mondja, hogy megkeressük a Linux Lacit, KDN Live és 001, és kap egy nevet, és ennek az lesz a neve, hogy test 001, és lementjük. Ez egy mentett fájl. Az adott a jelen pillanatban beimportált eszközöket tartalmazza azoknak az elérési linkjét. Azért emeltem ki, hogy az elérési linkjét, mert van egy másik mentési metódus is, ami az egész projektet lementi, nem csak azt a forgatókönyvszerűséget, amit mi összeállítunk, azaz, ha véletlenül az előbb látott könyvtárból, amiben benne vannak azok a fájlok, amiket használok, abból törölgetnék, akkor bizony a következő indításkor ennél a project file behívásánál azt mondaná, hogy bocs, de A meg B és C hiányzik, mit tegyek? Felejtsem el, hogy azt használni akartad, vagy egyebet. Ami azért ciki, mert ha valamit kitörölsz, és már használtad, az is ki fog törlönni, hiszen kitörölted az adott eredeti fájlodat. A következő lépés, meg kéne nézni azt a videót, amit éppen vágni akarunk, vagy éppen használni akarunk, az intro-ra rákattintunk, ez az egyszerű, legrövidebb fájl az egészben, és látható, hogy a klip monitorban megjelent, és le tudjuk játszani. Halljuk, illetve hozzáteszem, hallanátok, ha nem halkítottam volna le a hangot, halljuk és látjuk, ami van. Két füle van a monitornak, a klip monitor, az adott klippeket játszod le, a másik pedig a project monitor, ami most teljesen üres, hiszen nincs a project fájlunk, amiben valamit csináltunk volna, az egyikbe az eredeti fájlt látod, a másikba pedig az általad szerkesztett idővonalon lévő kész, félig kész, vagy éppen készülő videódat látod. Oké, tehát itt tartjuk azokat, amivel dolgozunk, itt tudjuk megnézni őket, egy normál videó lejátszóhoz hasonló eszköz, a következő lépés, el kéne kezdeni a vágást. A vágás, a szerkesztés, az természetesen hol történik? Az idővonalon, ami ez az. Látható, hogy van videó és audio. Meglepő módon a V1, az a videó 1-es sáv, ez pedig a videó 2-es sáv. Bármennyi, én még nem ütköztem bele a korlátba, bármennyi olyan videó és audio sávot hozhatsz létre, amennyire neked szükséged van. Ezeket úgy képzeld el, mint egymásra rakott fóliák, videók, és hogyha egymásra átfedésbe húzol videót, akkor természetesen ott átmeneteket, effekteket tudsz létrehozni. Én azt követem, hogy alapesetben nagyjából tudom, hogy hány videósáv kell, annyit alapból létre szoktam hozni, hogy ne menet közben kelljen ezzel-avval foglalkozni. Ami számunkra fontos, egy alap videóvágáshoz elegendő jelen pillanatban a két darab videósáv és két darab audiósáv. Azt, hogy az audiósávon lásd a hullámvonalat, vagy a videóvonalon lásd a videónak a kezdeti végképét, azt itt lent tudod szabályozni ezzel a kis videó vagy filmszerűséggel, illetve vel a hullám formával. Húzzuk is rá az első klipünket. Minden klip, ami egy darab. Ezt ilyen csúnyán kell megfogalmazni véleményem szerint, minden klip, ami egy darab, egy egység a videó sávunkon, illetve audio sávunkon, bármi egy darab klipnek felel meg. Húzzuk rá. Ez jelen pillanatban egy klip. Látható, hogy szépen tudod mozgatni a kurzorral az eszközt. Hát nyilván, ha a videó
eleje, akkor a videó eleje a 0 másodpercnél kezdődjön. Egyébként lejátszáskor egy nagy sötétséget látsz, egy fekete képkockát. Nyilván oda be tudsz majd későbbiekbe illeszteni bármit. Bekerült a klipünk. Látható a klip eleje és a vége, és ha meg akarod nézni, akkor meg tudod nézni a Project Monitorba. Ha éppen másik videót, amit még nem hoztál rá, szeretnél nézegetni, akkor rákattintasz, és akkor a klip monitorod lesz az éles. Amikor ide kattintasz, a Project Monitor automatikusan a fület váltja. Azaz már van egy darab a megszokott intro a idősávunkon. Az intróval indulunk, majd utána jön a következő videó, szeretnénk használni. Ez bizony a KDN Live 1-es videó, és ráhúzzuk. Hát, nézzük meg, hogy hogyan, mit sikerült tennünk. A végére kattintok, és hú, hát az elég ronda, hát nem így szeretném, hogy kezdődjön. Ilyenkor mi a tendő? Vágni kell. Már az elején, amikor felveszel valamit, vagy videózol valamit, ott is érdemes. Én úgy gondolom, hogy ha van rá lehetőség, hát monitorrögzítésnél mindenképp, minden szakasznál legyen, minden téma szakasznál legyen előtte egy kis üres hely, ahol nem beszélsz, nem köhögsz, nem mozgatod a kurzort, hanem egy üres hely. Átmenetek képzésénél kifejezetten kellemes dolog, amikor az átmeneteket kényelmesebben tudod megtenni, nem nagy trükk, de ilyenkor kényelmesebb dolog. De amikor olyan átmenetet szeretnél létrehozni, ami alatt nincs beszéded, nincs hangsáv, hangsáv van, csak semmit nem tartalmaz, akkor kényelmesen tudsz dolgozni. Hát, kezdjük is a vágással. A vágás eszköztár iszonyatosan egyszerű. Nem akarok dicsekedni, 3 darab eszköz kell megismerni. Az egyik eszköz, ez a mutatószerű, amivel mozgatod a megfogott klippet. A másik eszköz az olló, ő az X. Tehát ha megnyomod a kurzor billentyűt, az X-et, akkor a olló eszköz, a vágó eszköz, a penge eszköz fog előkerülni, és ahol az a piros vonal van, ott tudod elvágni a klippet. Azaz, én úgy gondolom, itt a hangsávon lehet látni, ezért szeretem a hangsávot bekapcsolni itt lent, hogy lássuk, a hanghullámon, hogy van egy bevezető, semmi, amíg állogatom a gépet, a képet, és akkor itt kezdek el beszélni. Előtte szeretnék valamennyivel egy vágást tenni, hogy már előre tudom, hogy átmenetet szeretnék képezni, hogy legyen egy átmeneti rész az intro és a videóm, az első videóm között, hát bizony akkor erre rákattintok. A vágás után azt hiszem azonnal lehet látni, hogy 3 darab szakasz lett. Intro, levágott és a maradék. Maradék az kell, és megfogom és odébb tudom mozgatni. A középső rész, amit kivágtam, az nem kell. Hogyan tudom a legegyszerűbben ezt eltüntetni? Rákattintok és delete és eltűnik. Én általában nem ezeket szoktam egérrel kiválasztani, hanem a billentyűzeten az S a mutatóeszköz, az olló pedig az X. Ha ráteszed a bal kezedet a billentyűzetre, akkor az SX az nagyon szépen egymás alatt van, a középső és a mutató ujjal kényelmesen elérhető, és a lejátszó gomb, a space, az a hosszú, üres helyet jelképező eszközöd, a billentyűzeted, amit a hüvelykujjaddal tudod indítani és leállítani a videó lejátszást, így egykezessé válik a vágási folyamat, és az egérrel csak a kijelöléseket, a mozgatásokat kell tenni, nem kell mindig ide vándorolni. A harmadik eszköz, amiről még nem volt szó, a csoportos mozgatási eszköz, annélkül mozgathatunk egy-egy csoportot, egy üres helyet képezve vele az idővonalon, hogy azokat csoportosítanánk fizikálisan. Tehát nagyon kényelmes eszköz, ha két klip csoport együttes mozgatását, eltávolítását, helyképzését szeretnéd megtenni. Ahogy már láttuk, bizony van az intro, és szeretnénk egy átmenetet képezni. Az átmenetet a legegyszerűbben úgy tudod képezni, hogy az átmenet eszközöket használod. Ennél azt hiszem nincs egyszerű. Átmenetet két klip egymásra fedett,
egymást fedő része között tudod megtenni, hiszen van amiből és amibe szeretnénk átmenetet képezni. Én a durva vágásokat megmutatom, milyen az a durva vágás. Nézzétek. Hirtelen előugrott. Ezt nem szeretem. Ezt főleg akkor nem szeretem, ha van egy sötét és egy világos. Egy gyorsan mozgó, egy lassan mozgó rész. Ilyenkor ez egy olyan, mintha az arcába csapnád az embernek, hirtelen a szemébe csapod a változást, egy sötéthez összeszükül képhez kitágult pupilla, után egy hirtelen fehér szín, az nem kellemes. Ez egy esztétikai dolog, van, amikor ennek pont az ellenkezője jó, hogy egy hirtelen vágással fölriasztod, megriasztod, fölhívod a figyelmet, de maradjunk annyiba, hogy egy átlagos eseménynél ilyenre nincs szükség. Egy oktató videónál ez a legritkább, amikor egy hirtelen színváltás, erőszakos váltást szeretnénk megtenni. Én szeretem az átmeneteket képezni. Nyilván két szürke felirat között átmenetet képezni nem olyan fontos, de amikor témaváltás van, a témaváltásnál érdemes átmenetet használni. Átmenetet úgy tudunk tenni, hogy átfedést hozunk létre a két videó között. Megfogjuk és idehúzzuk. Én szintén mondom, hogy azért szeretem használni a hangsávot, mert látható, hogy itt van egy kis üres hely, ahol nem beszéltem. Az átfedés mértéke szerintem az az ideális, ahogy majd hallani fogjátok a kész videóban, hogy lefut az intro, és elkezdek beszélni. Ne legyen nagy szünet, és a jelen esetben ne legyen a két hang az intro. A bevezető az a kék hangja és az én hangom között átfedés. Oké? Tehát egy esztétikus átmenet legyen. Befejezi, és én folytatom. Oké, nézzük is meg, mit sikerült tennünk, átmenet van, legalábbis azt hiszük, rákattintunk oda, hogy el szeretnénk a lejátszást indítani, elindítjuk space-szel, mit látunk? Ugyanolyan ronda, durva vágást látunk, hát bizony ez nem ezt szeretnénk. Hát mit kéne csinálni? Kompozíciót válaszunk, és átmenetet, és a legutolsót, a legegyszerűbb átmeneti dolgot ráhúzzuk az idősíkra, és kapunk egy ilyen kis lila akármit. Nézzük is meg, mi változott. Látható, egy ilyen előtűnő eszközt kaptunk, ami egy kicsit érdekesebbé, finomabbá teszi az átmenetet, ha az a cél, hogy finomabb, kulturáltabb átmenet legyen. Ami fontos, a következő lépés. Megismertük a effektusok, az effekteknek a paneljét, van egy kompozitálós, tehát átmenetet képező, rengetegféle van, oké? És van egy effekteket bemutató fülöcskénk, amelyiken ki tudjuk választani azokat az eszközöket, azokat az effekt, amelyikeket szeretnénk használni. Az effektek egyrészt a panelon jelenik meg, tehát arra, amire ráhúzod, az átmenetek pedig nyilván kettő darab videó között fog megjelenni ilyen ocskán kinéző lila színnel. Mi az, ami számunkra fontos? Az, hogy az effektusokat, a kompozitáló eszközöket, átmeneti eszközöket bizony be lehet állítani. Nem csak elegendő ráhúzni, és jó, az úgy általában az alapbeállítás megfelel, hanem megjelenik a panelon, az a következő, a negyedik ismert panelon, hogy mit, hogyan lehet beállítani, milyen beállítási lehetőségek vannak. Ezt a panelt rengetegszer fogjuk használni, de jelen pillanatban fogadjuk el ezt az egyszerű, szép átmenetet, de rengeteg átmenet fajtát tudunk kiválasztani, átmenet ebből az átmenet fajtából még plusz eszközöket is be tudunk importálni a KDN Live-ba, de jelen pillanatban fogadjuk el, hogy ez így nagyon jó. Ha már nem kell az eszköz, mit teszel? Remove, eltávolítod, vagy copy, másolat. Ops, ezt érdemes is megjegyezni. Ha van egy bonyolultabb átmeneted vagy effekted, akkor azt nem kell minden alkalommal 101-szer beállítanod, elegendő egyszer, majd másolni azokra a klipekre, amelyiken ezt szeretnéd használni. Oké? Tehát egy beállítást át tudsz vinni más klipekre. Ebből még egy dolog következik. Ebből,
hogy akár effektbeállítást, akár átmenetbeállítást másolni tudsz, még egy dolog következik, amit érdemes tudni. Ha egy videósávra ráhúzol egy effektet, akkor azon az egy darabon fog megjelenni. Azaz, hogyha már vágás után szeretnél egy-egy effektust, vagy átmenetet az egész folyamatra hatásossá tenni, tehát mondjuk egy fölvágod a videódat 6 kis darabra, 6 klipre, az elsőre ráteszel egy zoomolós effektust, és szeretnéd a többin használni, akkor egyesével át kell másolgatni, tehát klipre vonatkozik egy effektus, ha az máshol szeretnéd más klippen használni, akkor másolni kell a klip minden egyes darab, azaz attól függetlenül, hogy az a történet egy, és te 6 fele vágtad, attól függetlenül 6 darabra kell kézzel egymás után rámásolgatni ezt az eszközt. Ebből következik az első feladat egy videó szerkesztésénél, hogy átgondolod, megtervezed, hogy mit szeretnél, így meg tudod azt tenni, hogy erre a klipre ráteszel egy effektet, rengeteg van, ahogy látni, akármilyen effektet, és utána az egész klippen ez az effekt működik. Ha a klippet ketté vágod, az első klippen van hivatalosan rajta az az effektus, de a másodikra is rá fog másolódni. Azaz érdemes először elgondolni, hogy melyik klippeket, melyik effektusokkal, milyen folyamat szerint szeretnél lejátszani, megnézni, elkészíteni, hogy utána ne kelljen össze-vissza másolgatni az effektusokat, hanem csak odáig rajta tartani az adott eszközön, adott klip sorozaton, amelyikeket utána vágni fogsz. A tervezés, az előkészítés nagyon sok időt meg tud spórolni. Oké, megnéztük azt, hogy nagyon szép effekt. Nagyon szép effekt, miután elkészítettük az effektet, átmenetet készítettünk, utána tegyünk egy olyan dolgot, hogy ahogy a felvezetőben láttátok, egy pingvin jelenik meg. A pingvin, azaz egy kép hozzáadása kettő feladatot ró ránk. Az egyik az, hogy hát jó lenne az a pingvint elhelyezni az idővonalon, azaz kell egy képet hozzáadni az idővonalunkhoz. Ahogy látni, ő a pingvin, és megpróbálom ráhúzni az idővonalra. Ez nem sikerült, tehát nem a videóra kell ráhúzni, bár mi videósávokat emlegetünk, audiósávokat emlegetünk, de azért azt tudni kell, hogy minden videó vagy audio, azaz egy kép, az jó eséllyel a videó sávon kell elhelyezni, de nem egy videóklippen. Hát mivel, hogy nekünk összességében 2 darab videósávunk van, gyorsan csinálunk is egy másikat, hozzáadunk eléje utána minek és hova, tehát meg tudod adni, hogy előtte vagy utána legyen a kiválasztott sávnak. Én a 2-es fölé szeretnék egy videótracket tenni, aminek legyen neve annyi, hogy TUX, hogy tudjuk, hogy mi az a sáv, amelyiket használunk, milyen nevet kapott, megkapta, ráhúzzuk, és látható már meg is jelent. És hogyha le is szeretnénk ellenőrizni, előugrott egy pingvin. Ezután meg kell keresni azt a második feladat, meg kell keresni azt a szakaszt, amelyikbe ezt meg szeretnénk jelenítetni. A kép megjelent egy ilyen hosszú klipként, de hogyha a klipet megfogod a szélét és mozgatod, akkor ugyanolyan hosszú lesz. Hát bizony, ti nem fogjátok hallani, de én elindítom a videót, és hallgatom azt, hogy hol mondom azt, hogy ahogy látjátok, hogy a TUX, és itt van, és beállítom, mozgatom. Innétől fog elindulni a képnek a megjelenítése. Megvárjuk, megkeressük azt, ameddig szeretnénk. Itt említem a KDN Live-ot, azt szeretném, hogy már ne a TUX jelenjen meg, hanem elhúzom odáig, ameddig a kép kell. Azaz van egy, nézzük is meg, ahogy látni van egy jó nagy darab pingvin. Azt hiszem nem jelent senkinek különösebb lelki megrázkodtatást, hogy ez így nem jó. Tehát szép, de kitakarja a betűnket. Össze kéne passzírozni,
és oda bepozicionálni, ahova szeretnénk, hát a méretezést megtehetjük kétféleképp. Akkor a képet készítünk egy címklippen, ezt majd elmondom, hogy micsoda, és megmutatom, amekkora éppen az adott helyzet, és ahova szeretnénk akkora méretbe berakosgatni. Ez jellemzően akkor fontos, amikor pontos pozícionálást szeretnénk, de én általában egy-egy ilyen kép megjelenítésénél nem ezt az utat folytatom, hanem egyszerűen rábízom a KDN Live-ra, ami igen szépen tud pozícionálni képet, videót, hozzáteszem nem csak képet, videót is, akkor bizony teszünk rá egy effektet. Itt minden effekt, ami nem átmenet. Oké? Okay? Tehát az effektusok között kell keresni. Általában én nem úgy keresek egy effektust, vagy egy átmenetet, hogy rákattintok és végignézem, hol lehet, hanem azt a metódust folytatom, hogy rákattintok a keresőre, és beírom a kereső szót, hogy mire lenne szükségem. Most egy zoomra van szükség, láthatóan a positional zoomot megkaptuk, ráhúzom az adott klipre, pontosan az adott klipre, és kaptunk egy panelt. A panelt mozgatni tudod, nagyítani tudod, azaz, hogyha valami kitakarásra kerül, akkor egyértelműen fel kell nagyítani, hogy lásd. Ez nagyon fontos a videó szerkesztésnél, hogy mindent, akár beállítási panelt, akár a képet jól lásd. Fontos, oda mentünk a kliphez, a kis csúszkát, a lejátszó fejet oda mozgatuk, és látok, hogy megjelenik egy piros akármi keret, amivel kicsinyíteni tudod az eszközt, de nagyítani is tudod, azaz kihúzod a keretből, a piros keretet a kép keretből, akkor nagyobb lesz. Ez igazából nem okozhat gondot. Kérdés az, hogy ez számunkra így kényelmes-e? Hát bizony, ez nagyon kényelmes, egyetlen egy hibája van, ezen a töpörtyű méreten nehezen lehet pozícionálni, főleg, hogyha pontosítani akarsz valamit, és nem tudod azt a műveleti billentyűkkel megtenni. Majd erre kitérek, hogy mit nevezek műveleti billentyűeknek, igazításokat, egyebeket. Azaz, ez így nagyon picinke. Ha valaki megnézi a monitor beállítási lehetőségeket, és ezt, a full screen-et, ezt megnyomja, akkor kinagyítjuk ezt az adott nézetű képet, a monitorunkat, mármint a project vagy a clip monitorunkat, és akkor nagyba fogjuk látni. Ha én ezt megteszem, akkor kiadja a másik monitoromra, úgy van beállítva a rendszer, kiadja a másik monitoromra az egész képet. Ezt bemutatni nem tudom, hiszen egy monitort vesz fel a felvevő program. Így bizony, mit tudunk tenni? Ha nincs, vagy nem szeretnéd ezeket a kinagyításokat, teljes képernyős megoldásokat használni, akkor is ott a lehetőség, hogy beállítod a méretet, hogy mekkora legyen a pingvined, ő ki is írja, és bepróbálod igazgatni oda, ahova szeretnéd. A kézi beállításon kívül meg lehet adni a konkrét százalékos kicsinyítést, nagyítást, meg lehet adni, hol helyezkedjen el, és milyen dimenzióban, milyen méretben helyezkedjen el, a keret méretét tudod ebben szabályozni. Az, hogy mekkora legyen, 25%-ra kicsinyíted, vagy 200%-ra nagyítod, az egy nagyon kellemes lehetőség. Majd beállítod, a beállítást finomítani tudod ezekkel az eszközökkel, ahogy látni, megint egy effektet tettem rá, közelítünk, zoomolunk, és megadjuk a pozícióját annak, hogy egy kicsit kiemeljük azt, amit szeretnénk látni. Na, de vissza az eredeti témához, rákattintasz, erre igazít, középre igazít, most ezt szeretnénk használni, fölfele igazít, vagy másik oldalra igazít, azaz szépen be tudod játszogatni, hogy hol legyen, hát én ezt középre szeretném, és lent szeretném, de egy picit följebb, és akkor picurkát följebb teszem, megnézzük, hogy újra középre igazítunk, és már meg is van. Nézzük is meg, mit műveltünk. Hát keressük meg a klip elejét, ide kattintva, nem tűnt el a keret. Amíg ez a klip aktív, most már nem aktív, de most már aktív,
tehát az van kijelölve, addig a pozíció, a keret megmarad, hogy lásd, hogy hol fog megjelenni. Kezdjük is el a lejárt. És előre ugrott a kedvenc pingvinünk, ami egy elég kellemes, ahhoz, hogy megjeleníts egy képet, és beskálázd, és ez így kellemes. Kellemes? Én úgy gondolom, hogy az, hogy amit láttatok, előugrik valami, és gyorsvágás van, az nekem nem kellemes dolog, így bizony ezen egy kicsit finomítani kellene. A finomítást nagyon egyszerűen meg fogjuk tudni tenni, azaz szeretném, hogyha előtűnne, majd eltűnne a pingvin, és a kettő között egy bizonyos ideig, ameddig én beállítom, a pingvin az szépen látszódjon. Ehhez is egy effektust fogunk használni. Ahhoz, hogy egy átmenet legyen a nem látható és teljes látható, majd teljes látható, nem látható pingvinnél, akkor használjuk ezt a kompozitáló eszközt. Keressük meg, húzzuk rá arra a panelra, bocsánat, arra a klipre, amelyiket szeretnénk használni, és rákattintunk az effektusra, és hogy a beállítási panelja megjelenjen. A beállítási panel egy kicsit hasonló, mint az előző, de az előzőnél nem használtuk ezt így, mert ott azt szerettük volna, hogy végig kicsi legyen, de a legtöbb effektusnál hasonló a beállítási panel, ahol ennek van értelme. Kapunk egy csomó beállítási lehetőséget, meg egy idővonal szerűséget. Ez az idővonal mutatja számunkra a klip elejét és a véget. Ebből következik, hogy ott effektelni, ahol egy órás a klipped, elég nehéz, érdemes fölvágni egy-egy klipet rövidebb klipekre, hogy jól bele tudj nagyítani, jól be tudj pozícionálni azokat a pontokat, amelyeken a változást szeretnéd. Mit szeretnénk mi? Mi egyetlen dolgot szeretnénk, az elején ne látszódjon a pingvin, majd 100%-os sötétsége legyen, egy ideig látszódjon teljesen, és tűnjön el a semmibe. Szépen, szépen átmenettel, ehhez meg kell jelölni 4 darab pontot. 4 darab pont, hol kezdődjön az effekt, hol érje el a 100%-ot, hol legyen a 100%-nak vége, azaz az effekt, hogy világosodni, átlátszósodni kell, az hol kezdődjön, és a végén milyen sötét legyen az adott, azaz teljesen átlátszó legyen az adott pingvin. Ehhez meg kell határozni a 4 pontokat. Ezeket keyframe-nek, kulcskockáknak nevezik. Az első keyframe, hiába húzod a klip elejére a vonalat, nem, egyet léptetsz a jobbra mutató kis nyilacskával a billentyűzeten, és akkor kapsz egy plusz jelet, hozzáadod az adott keyframe-et, kijelölöd az adott keyframe-et, megmondod neki, hogy az átlátszóság, hát az legyen annyi, amennyit szeretnél, kattingatással, de én kiszoktam jelölni, és 0-ra állítom, és eltűnt a pingvin. Nem eltűnt, csak totál átlátszó lett. Majd megjelöljük azt valahol, itt jelen pillanatban éppen érzéssel, hogy hol legyen az, ahogy 100% legyen, teljesen látható, hozzáadunk egy keyframe-et, kijelöljük, a opacit fölhúzzuk 100-ra, és a pingvinkénk megvan. Itt is lehet látni azt az átmeneti szakaszt, amely a 0-tól fölmegy a 100%-ig, és utána egészbe látjuk, teljesen látjuk a pingvint. Nézzük is meg. Szépen előtűnik. Majd utána megjelölünk itt egy másik pontot, amelyhez hozzáadjuk a keyframe-et, ott 100%, és megjelöljük a legvégét. End, gombbal, úgy. Elhúzzuk ide, és hozzáadjuk a véglegeset, én kiszoktam jelölni, és ez legyen szintén 0. Oké. És valahol belekattintunk, hogy az effektus megkapja a jelet, hogy ő dolgozzon, és ebben a pillanatban nézzük is meg, hogyan működik. Úgy működik, hogy ahova kattintunk, olyan sötétségű, látható, hogy teljes, itt ennyi. És akkor azt a szép átmenetet, előtűnő dolgot látjuk, mely a videónál, a kész videónál számunkra már fontos és jól mutat. Nem úgy előugrik a nagy semmiből
meg eltűnik a nagy semmibe, hanem egy kis felvezetést kapunk. Hasonlóképpen lehet, illetve fogom én majd megcsinálni azt, hogy a KDN Live-nak a felirata hogyan jelenjen meg, azt is bepozícionálom, hova kerüljön a kép, fölteszem a képet, nem fogom ám én itten különösebben újra ezeket a beállításokat megtenni, hiszen megbeszéltük, hogy ha rákattintunk, akkor copy, és akkor másolni tudjuk az adott effektust. Copy. Ennyi. Utána lekopizom a másikat, szintén copy, és akkor majd bemásolom oda, ahova kell. Tehát egy effektust beállítani és másolgatni, az gyorsabb, mint egyesével pontosan ugyanolyan beállítást megtenni. Ez főleg akkor fontos, amikor szeretnéd, hogy pontosan és egyforma legyen az adott effektus. Még egy dolgot emlegettem, a címklipet. A címklipet szeretném bemutatni, de most éppen nem fogjuk használni, de bemutatom a használatát, mert ez egy kicsit más, mint az effektus. Hasonló, de egy kicsit más. Feliratok hozzáadása nagyon egyszerű. A KDN Live-ban van egy viszonylag jól használható eszközünk. Rákattint, hozzáadunk egy címklipet, titleklip, majd ezt egy kicsit összenyomjuk, hogy elérhető legyen. Ops, nem látunk semmit. Pár keretet látunk, amivel tudjuk igazítgatni azt, hogy bizony hova kerüljön a kép, de ez így nem nagyon praktikus. Szeretnénk azt a kockát is látni, ahova mi rá szeretnénk tenni egy szöveget, azaz bekapcsoljuk a háttér megjelenítését, és ahol a lejátszó fej, a vonalunk van az adott klipnél, az bizony megjelenik háttérként. Egy feliratot nagyon egyszerűen tudunk elkészíteni a KDN Live alatt, nagyon egyszerűen, bár most csak az alapokat mutatom meg, rákattintasz a C betűre, és beírod, hogy egy klip, ennyi. Jó, legyen ez a felirat, hogy klip, egyértelműen betűméret, szín, hát a színt kiválaszthatod, és olyanná fog válni. Tegyünk egy zöldebbet, mert az a egyéb szín nekem nagyon nem tetszik, és oké. Okay. És ilyen színű lett, tudunk átmenetet tenni, rákattintasz a beállításra, van egyébként sok beállítási lehetőség, 2 darab átmenetet látunk, gyakorlatilag a fehérből a feketébe megy át, ilyen szürke tónusba, a szín kezdeti erősségét, a szín végső erősségét átlót, inkább így mondom, azt lehet állogatni, ahogy éppen tetszik, hát az legyen egy ilyen, ami legyen egy ilyen, ami középen van, leokézzük, és látható, hogy ilyen átmenetes klip feliratot kapunk. Körvonalat tudunk hozzáadni, de a körvonal hozzáadásához én bizony belenagyítok, hogy jó nagyra hozzá tudunk adni körvonalat, a körvonal legyen jó durva piros, hogy lássuk, és mivel nullán volt, nem jelent meg, egy körvonalat is kapott, árnyékot is hozzá tudunk adni, ami vagy jól látszik, vagy nem, mondjuk a szürkébe kevésbé fog látszani, de ezt meg tudjuk tenni az igazítás, a szokásos igazítás jobbra, balra, középre, illetve a betűk közötti távolságot is tudod változtatni, a sorok közötti, illetve a mozgatást meg tudjuk tenni. Ezzel oda mozgatod, ahol akarod. Ha be van állítva ez, akkor kapsz egy csomó olyan kis vonat, amihez igazítani tudod. Gyakorlatilag az alapigazítás egyik oldalra, vonalra, a vonalak közötti részre, következő vonalra, középre, fölülre, következő vonalra, erre figyeljünk, hogy a fölülre, mindig a következő szinthez igazítja fölülre, ha egy kicsit följebb tolod, akkor már a felülre való igazítás a következő szint, középre. Oké, gyorsan átfutottunk a dolgon, de én azt mondom, hogy én ezzel külön témakört szeretnék készíteni, a feliratozás, a feliratozási lehetőségeket, hiszen látható van háttér, illetve animációt is meg tudsz adni. Ne egy Blender szintű animátorra gondolj,
de ami nekünk kell, egy címnek a mozgatása, a címnek egy kicsit attraktívabbá tevése, az nekünk nagyon-nagyon megfelel, illetve mutatok egy-két egyéb dolgot is. Oké, gyakorlatilag már tudunk átmenetet hozzáadni, tudunk effektezni. Egy minimális dolgot megmutattam, hogyan lehet egy képet rátenni, ráilleszteni, odaadva akarod. Nagyon az alapokat beszéltük meg, meg egy kicsit attraktívabbá tettük az eszközt, hogy azért ne, hogy bum, előre ugorjon a tux, és utána eltűnjön a nagy semmibe, hanem finom átmenetet adtunk hozzá. Ez kellemesebbé teszi a videó nézését, és úgy tűnik valóban a minimális szinten, úgy tűnik, mintha mi igencsak professzionális, hozzáértő emberek lennénk, akik minden nüanszra figyelnek, pedig gyakorlatilag ez a két effekt hozzátétele, hogyha már a harmadikat csinálja az ember, pontosan fél perc. Több időbe telik az, hogy bepozícionálod, hol legyen a kép, mint az, hogy a két valóban szép effektus megtett hozzá a kicsinyítést, illetve az, hogy egy kis átmenet legyen. Mi a következő teendő? Végeztünk a klippek elkészítésével, össze-vissza effekteltünk, össze-vissza vagdaltunk, már csak le kell menteni. Kettő feladatunk van. Ha végeztél egy klippel, egy videó teljes anyagával, a mentést nyom meg. Én azt javaslom a múltbeli tapasztalat szerint, hogy minden effekt elkészítése után, minden harmadik, negyedik vágás után egy mentést tegyél, hogyha összeomlik a KDN Live, akkor vissza tud állítani, egyébként Ctrl-S. Ctrl-S, és akkor, ha ezt nyomkodod, könnyű a kontrollást nyomni, hiszen a vágóeszköz az X és a S a mutató, és ha mellette lenyomod a kontrollt, rányomsz egy S-re, akkor bizony a mentés is megtörténik. Tehát időnként menteni kell. Oké, van egy klippünk, ami készen van, le is mentettük, biztos, ami biztos. Oké, megtettük a mentést. A mentés mindig fontos, főleg a végén, hogy a kész anyagod le legyen mentve, és akkor rá kell menteni, renderelni, tehát el kell készíteni a kész videót, csak azt mutatom meg, hol lehet, rákattintasz, kiválasztod a rendert, és kiválasztod azt az minőséget, amelyiket te szeretnéd használni. Vannak előkészített minőségek, lehet látni, hogy azért HD for web, mobil eszköz, azért 4K, old TV, régi TV szabványok, DVD anyagok, vagy amit sokan nem használnak, a hangot külön ki tudod exportálni, megmutatom majd egyszer, hogy mire való, illetve egyéb mentési lehetőségeid vannak, én képekbe nem szoktam menteni. A másik, hogy hova mentse, azért figyeljünk arra, hogy mindegyik névtelen, ként van elmentve, tehát az nem lenne túl ideális, hogy jön arra a helyre, megpróbálsz kész két azonos nevű eszközt videót menteni, hanem mindig add meg korrektül. Én nem meglepő módon a munkakönyvtáromba szoktam elmenteni a fájt, akár egy-egy részfeladatot, akár a teljes fájt. A minőséget ezzel állogathatod, a minőséget te szabályzod, hogy mekkora legyen. Full project, vagy a kijelölt zónát tudod külön-külön lementeni, illetve megnyomod, hogy renderer to file, abba a fájba mentse, vagy egy scriptet tudsz generálni, ami a scriptet későbbiekbe lefutatva megcsinálja a kész videót. Én általában rákattintok, és el fog indulni. Én jelen pillanatban abba hagyatom, hiszen nem ez a célom, hiszen nincs kész, csak egy-egy részfeladatot villantottam föl kev csinálónak. Azt ígérem, hogy miután megnéztétek ezt a videót, és lájkoltátok, és megfelelő lájk összejött, akkor már nem ilyen laza dumálós, hanem komoly videókat fogunk készíteni. Egy-egy részfeladatot nézzünk át. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!